Az elektromos rollerek biztonságos használatára hívták fel a figyelmet. Megemlékezést tartottak a trianoni emlékműnél. Kezdetét vette a Mikrofesztivál a Bartók Színházban. Győzelmet aratott a DSL Röplabda Akadémia U19-es csapata. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. A helyi választási bizottság elvégezte a jelöltek sorsolását a július 3-ai időközi választásra. Ezen a napon két választást tartanak Dunaújvárosban. A kettes körzet képviselői székéért öten indulnak, ők a következő sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon. Novák Istvánné, rajta Újváros Egyesület, Hum János, Független, Lőrinci Konrád, Fidesz, KDNP, Badó Péter, Mi Hazánk, Gebei Bálint, Független. Az ukrán nemzetiségi önkormányzatba két üres helyet kell feltölteni, amire négy jelölt van, közülük a két legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz képviselő. A részleteket Dunaújváros honlapján olvashatják az érdeklődők. Nagy sikert aratott a Rollerezz a polgármesterrel címmel hirdetett kezdeményezés, amely a március 15-e téren található Kressz Parkba invitálta az érdeklődőket. Az akció edukációs céllal jött létre. A Bird elektromos bérrollerek biztonságos és szakszerű használatán volt a fő hangsúly. A Kressz Parkban sorakoztak fel a Bird Magyarország elektromos bérrollerei. Az eszközöket egy különleges akció részeként szállították a helyszínre. A Rollerezz a polgármesterrel névre keresztelt kezdeményezés részeként a fiatalok megismerkedhettek ezzel az új közlekedési forma szakszerű, biztonságos használatával. Mint ismert, a tesztüzemű szolgáltatás április 4-e óta van jelen Dunaújvárosban, és az önkormányzat képviselői folyamatosan várják a városlakók visszajelzéseit, hogy igény tartanak-e a szolgáltatás végleges bevezetésére. Fiataloknak tudjunk adni egy olyan alternatív közlekedési lehetőséget, amelyet ők is élvezettel is használhatnak, illetve hasznukra is lehet. Azt láttuk, hogy nagyon szeretik ezt itt a városban, de azt is láttuk, hogy voltak többször olyan esetek, amikor balesetveszélyes körülményeket teremtettek. Szeretnénk azt, hogyha a fiatalok azt megjegyeznék, hogy nagyon fontos és jó lehetőség ez itt az ő számukra, viszont ezeket az eszközöket ésszel és felelősséggel kell kezelni. Hogyha így fognak csinálni, akkor a következő hónapban, illetve pontosabban ebben a hónapban, június közepén elindítunk egy szavazást, amit a városlakók tölthetnek ki, és ebben a szavazásban megkérdezzük őket, hogy maradjanak-e a rollerek, vagy ne maradjanak itt a városunkban. A polgármester úgy folytatta, az eddig tapasztalt igényekre reagálva a következő időszakban még több roller lesz majd elérhető Dunaújvárosban. Így sokkal több dunaújvárosi használhatja az új közlekedési formát, melynek hosszú távú megvalósulása csak a többség igényén múlik. Hozzá szeretném tenni, hogy most fogunk majd hozni még elég sok rollert, mert azért azt láttuk, hogy nagyon nagy az igény rá, és nagyon sokan használják és szeretik is használni, és a következő időszakban ennek majdnem, hogy megduplázzuk a számát a rollereknek, és ezekkel a feltételekkel, amiket itt elmondtam, a balesetmentes közlekedés és a tényleg tisztességes és jó helyre lerakott rollerekkel. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban is az ő örömükre a fiatalok, illetve talán még nem csak a fiatalok számára is egy nagyon jó közlekedési lehetőséget teremtünk. Az eszközöket Hudi Anett, a Bird magyarországi vezető menedzsere mutatta be a fiataloknak. Mint azt elmondta, ezt a környezetbarát közlekedési eszközt kifejezetten városi használatra tervezték, így szakszerű háttértudással kényelmesen és biztonságosan használható. Ezek a rollerek kimondottan az utcai használatra lettek kifejlesztve, ugye sokkal masszívabb a felépítése az egész rollernek, és a kerekei is megerősített kereke van, ugyanúgy van benne levegő, tehát így a rugózása is jobban elnyeli a buckákat, mindent kényelmesebb rajta az utazás. A kezdeményezés apropóján Hudi Anett azt mondta, sok múlik a felhasználókon, hiszen egyfajta háttértudást igényelnek a rollerek. Éppen ezért tartja fontosnak ezt az akciót, hogy az érdeklődők megtanulhassák a biztonságos használatukat. Szeretnénk azt, hogyha itt ezzel az eseménnyel megtanulnák azt, hogy használják rendeltetésszerűen a rollert,
Ugye felhívtuk arra is a figyelmet, hogy a parkolást, hogy tegyék meg, hogy ne zavarjon ez senkit, hogyha mindenki együtt tud működni mindenkivel, akkor ehhez a közlekedési módhoz is hozzá fogunk szokni, úgy, ahogy hozzászoktunk az autókhoz, a lovakról átértünk az autókra, most az autókról átérünk a rollerekre. Mint azt Pintér Tamás polgármester a rendezvényen hangsúlyozta, a Bird elektromos bérrollerek csak abban az esetben lesznek elérhetők véglegesen Dunaújvárosban, amennyiben arra lakossági igény mutatkozik. Éppen ezért egy szavazást is indítanak majd, ahol a városlakók visszajelzéseit várják a szolgáltatásról. Közös megemlékezésre hívták a városlakókat az önkormányzat képviselői. A trianoni békeszerződés aláírásának 102. évfordulója alkalmából közös megemlékezést tartottak az evangélikus templomban, amely a beszédeket követően a trianoni emlékmű koszorúzásával zárult. 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a trianoni békeszerződést, amelynek következtében a történelmi Magyarország elveszítette területének kétharmadát és lakosságának mintegy 60%-át. A magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájának igazságtalanságára Dunaújváros önkormányzata az evangélikus templomban emlékezett. A 102 évvel ezelőtt történt tragikus sorsdöntésre való visszatekintés kezdetét 16 óra 32 két perckor harangszó jelezte, majd Braun Ervin baptista lelkivezető mondott áhítatot a templomban. Ebből következik most egy részlet. Mindenható Istenünk, megváltó Úr Jézus Krisztus, eljöttünk házadba, Urunk, megemlékezni egy olyan tragikus eseményről, mely még mindig nyomasztja a szíveket, a lelkeket az elszakítás miatt. Elszakadtak családok, elszakadtak rokonok, ismerősök, barátok, melyel majdnem végleg megszűnt a személyes találkozás. De köszönjük te néked, Urunk, hogy a te szereteted összekapcsolja őket, és az a szeretet, melyet te plántáltál az akkori nép szívébe, azt egy újabb határvonal nem szakítja szét. A te szeretetedhez nem kell útlevél, sem vízum, csak egy alázatos szív. Urunk, áld meg ezt az alkalmat mindnyájunk részére. Amen. A megemlékezésen beszédet mondott Pintér Tamás polgármester is. Azt mondta, Trianon még mindig fájósebb, és gondoljunk róla bármit, mindannyiunk számára van tanulsága 1920. június 4-ének. Ma is nehéz róla beszélni, mert még ma is a politikának, politikai vitáknak a középpontjában áll. Vita van Trianon okairól, és vita van Trianon következményeiről is. Miközben mi magyarok sem vagyunk egységesek, azt is látnunk kell, hogy Trianon mást és mást jelent nekünk magyaroknak, és a szomszédos népeknek, és mást Európa népeinek. A polgármester úgy folytatta, a békeszerződést követő trauma számos rossz döntéshez vezetett, amelyet megszenvedett a magyarság a II. Világháború alatt, azonban tanulnunk kell az elkövetett hibákból. Nekünk viszont közös felelősségünk, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, de az is, hogy ne hagyjuk magunkat, és kiharcoljuk azokat a minimum feltételeket, azokat az európai értékeket, amelyek másutt már természetesek. Ilyenek a kisebbségi jogok, és hogy mindenki éljen bárhol Európában, békében élhessen szülőföldjén, és használhassa az anyanyelvét. A szózat közös eléneklése után a megemlékezés a templomkertben található Trianon emlékműnél folytatódott, ahol Farkas Erik színművész előadásában Juhász Gyula Trianon és Illyés Gyula Haza a magasban című versét hallhatták. Az esemény a koszorúzással folytatódott. Dunaújváros önkormányzatának nevében Pintér Tamás polgármester és Molnár Attila jegyző helyezték el a koszorút a Trianon emlékműnél. Ezt követően a pártok, intézmények és szervezetek vezetői helyezték el az emlékezés virágait, majd Stermetszki András evangélikus lelkész közös imádságra hívta a megjelenteket.
Ünneplésre méltó események sorával kezdődött el a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza munkatársai által hirdetett mikrofesztivál. Mindemellett, hogy megnyílt a kulturális intézmény harmadik előadó helyisége, Keleti Éva Kossuth Díjas fotográfus kiállítását és Mácsai Pál Kossuth Díjas színművész előadását is megtekinthették az érdeklődők. Jeles programok sokaságának adott otthont a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza vasárnap délután. Június 5-én kezdődött az intézmény munkatársai által hirdetett mikrofesztivál névre keresztelt nagy volumenű rendezvénysorozat. A fesztivál programsora Keleti Éva fotográfus kiállításával és Mácsai Pál színművész előadásával kezdődött, de ezen a napon avatták fel az intézmény új 50 fős mikroszínpadját is. Mindenről Őze Áron igazgatóval beszélgetett. Örömünkre mondtak a művészek igent, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép felépített fesztiválnak a részesei lehetünk 5-től 12-ig, vegyesen a nagy színpadon is, illetve a stúdió színpadunkon is, a gyermekprogramok pedig az új megnyíló helységünkben, játszóhelyünkön, a mikroszínpadon lesz, ami a B épületben egy volt karbantartási épületet, illetve helyiséget a 2 éves pandémia alatt átalakítottunk játszóhelyé. Úgyhogy a mai naptól, amit ma avatunk, elmondhatom, hogy a Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza 3 játszóhelyen rendelkezik. A mikrofesztivál fővédnökének Keleti Éva Kossuth Díjas fotográfust kérték fel, aki örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez. Június 5-én az általa készített alkotásokból álló tárlatot is megtekinthették a vendégek. A művész egy számára kedves, Dunaújvároshoz köthető történetet is elmesélt. Nagyon jól esett, és el kell mondanom azt a történetet, amit a megnyitón is el fogok mondani, hogy nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt még tanuló voltam, Hollenzer Bélával voltam életemben először Dunapentelén, és megálltunk egy nagy mező közepén, leszúrta a fényképezőgépét, és azt mondta, hát itt lesz valami ipari város építkezés. Úgyhogy akkor voltam először. Keleti Éva kiállítását Mácsai Pál Kossuth Díjas színművész nyitotta meg. Emellett a fesztivál nyitónapján a vendégek a színművész előadásában az Azt meséld el Pista című bemutatót is megtekinthették. A mikrofesztiválnak rendkívül örülök, szakmai hasznát nagyon nagynak és jelesnek látom, nem csak azért, mert még egy előadásunk lesz, a lélek legszebb éjszakája, úgy értem, hogy az Örkény Színháznak még egy előadása, hanem azért is, mert minden találkozó a nézőnek is tanulság, egyben láthat, összevethet olyan előadásokat, amelyeket különben nem, és ugye ez a sűrűség, ami egy fesztivál hangulata, az jó esetben megjelenik a művészi tartalomban is. Tehát nagyon nagyot tud hangolni egy közönség érdeklődésén, ízlésén, látókörét tudja nyitni. Tehát hallatlanul fontos. A megnyitón részt vett Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester is. Az esemény apropóján azt mondta, hatalmas köszönet illeti a Bartók Színház közösségét, hogy egy Dunaújváros számára is fontos, nagy volumenű eseményt hoztak létre. Mindenek előtt szeretném megköszönni Őze Áronnak és a munkatársainak, a Bartók Kamara Színháznak, hogy elhozták ezt a nagyon színvonalas programot ide Dunajvárosba. Az önkormányzat minden évben anyagi lehetőségéhez mérten igyekszik a legtöbbel támogatni a színházat, hogy egyre színvonalasabb és színvonalasabb programok jöhessenek itt létre. Azt gondolom, hogy az idei évben ezzel a fesztivállal, ahol több országosan elismert és kedvelt színész lép föl, egy szintet léptünk. A Bartók Kamara Színház és Művészetek Háza mikrofesztiválja június 5-e és 12-e között színvonalas programok sokaságával várja a látogatókat. További részletekről az intézmény hivatalos oldalán tájékozódhatnak a kultúra kedvelők. Újabb dunaújvárosi sportsikernek örülhetnek a drukkerek. A DSL Röplabda Akadémia U19-es együttese magabiztos játékkal jutott be a bajnokság elődöntőjébe, ahol aztán egészen a győzelemig menetelt a csapat.
Az U19-es röplabdázók sikereiről beszélgettünk Kövesi Balázs vezetőedzővel. A DSR Röplabda Akadémia együttese győzelmi menetelést hajtott végre a bajnokság döntőjében, hiszen a csoportjában 3-1-re verte a Pénzügyőr gárdáját, és bár 3-2-re kikaptak a MÁV Előre Akadémiától, ez sem tántorította el a játékosokat a további sikeres szerepléstől. A keresztjátékban 3-0-ázták a Szolnokot, majd az elődöntőben a Kesi csapatán kerekedtek felül 3-2-re. A döntőben már nem volt ellenfelük a MÁV. Nagyon sima 3-0-ás győzelmet aratott együttesünk. Az elért sikerekről Kövesi Balázs vezetőedzővel beszélgettünk. Úgy jutottunk be a 6. helyen, hogy az alapszakaszt, illetve a középszakaszt a serdülő csapatunk játszotta végig az ifjúsági bajnokságban, és igazából ugye az egyen fiatalabb korosztályunkkal jutottunk be az egyen idősebb korosztály országos döntőjébe. Talán, ha jól emlékszem, akkor egy olyan forduló volt, ahol kompletten az ifi kerettel jöttünk, vagy mentünk el, utaztunk el a fordulóra. Ez azt gondolom, hogy a bázisnak az erősségét azt maximálisan mutatja. A vezetőedző úgy folytatta, a viadalon mutatott játékuk igazi csapat siker volt. Minden mérkőzésre úgy készülnek fel, hogy a játékosok a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák az ellenfelükkel szemben. Személyes célként azt tűztem ki magamnak és a csapat felé is, hogy mindenképp döntőt játszunk. Ismertem azért a csapatokat, tudtuk, hogy azért az a 6-os döntő viszonylag egy eléggé egybefüggő masszív 6 csapat lesz. Ez látszódott is az első naphoz képest, fokozatosan napról napra javult a játékunk, mind nyitásfogadásba, mind támadásainkba, mind a feladásainkba, és azt gondolom, hogy az utolsó nap érett úgy össze a csapat, hogy ezt ugye meg is tudtuk mutatni a pályán, mert a csoportmeccsen, akitől kikaptunk Székesfehérvár csapatától, ugye 2-0-ról kaptunk ki, majd a döntőbe viszonylag egy nagyon sima játékkal meg tudtuk őket verni. A csapat sikere mellett a játékosok egyéni szinten is nagyban hozzájárultak az elért eredményhez. Kecskeméti Bálint is értékelte a döntőben játszott mérkőzéseket. Az első nap igen, az kicsit döcögősebben indult, ott a Fehérvár elleni mérkőzésre gondolok. Az edző megpróbált mindenkit bevetni, és leginkább ezért sikerült így. Nem volt meg, ugye ott legalábbis azon a mérkőzésen nem volt egy fix csapat, aki végigjátszotta, emiatt volt úgymond kicsit nehezebb, de jobb volt, hogy mindenki kapott lehetőséget. Pénzügyőr elleni meccsen látszódott, hogy az volt az első meccs a tornán, ott az első szedben érződött inkább. És ott se a saját posztomon játszottam, kicsit át kellett szokni az átlop pozícióra. Teljesítménye alapján Kecskeméti Bálintot választották a torna legértékesebb játékosának. Ennek apropóján azt mondta, személy szerint mind a bajnoki címet, mind pedig ezt az elismerést szerette volna megnyerni. Én úgy mentem el a tornára, hogy én nem szívesen jövök el egy bajnoki cím és egy MVP nélkül. Szóval nekem az lett volna a csalódás, hogyha úgy jövök el, hogy valamelyik a kettő közül nem jön össze, de hát hogyha nem mi nyertük volna a bajnokságot, akkor nem feltétlenül kaphatta volna bárki a csapatunkból a díjat. Szóval úgy gondoltam, hogy ez a kettő magától értetődő, hogyha elmegyek oda. Nekem hozni kell ezt a teljesítményt. És szerencsére sikerült hoznom is, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérni az úgymond ilyen kis kitűzött célt számomra. Hát a következő az meg az U21. A viadalon az egyesület játékosai számos egyéni elismerést is kaptak. Kecskeméti Bálint lett tehát a torna legértékesebb játékosa, Simegi Kristóf a csapat legjobbja, míg Béres Mátyás a legtechnikásabb ütő lett. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.